Köszöntök mindenkit, én Boa László vagyok az IBM-től, és az a három betű az a Central Eastern Europe, nálunk régiós szerepkörök vannak technikai területen, és én azokkal a technológiákkal is foglalkozom, ami egy picit a robot, meg a Terminátor, meg a BB-8, meg a félünk tőle, kiírtjuk az embereket. Környékén szokott előfordulni mesterséges intelligencia kapcsán. Korán sem ennyire sarkos a helyzet, óriási félreértés felé féle kommunikálás van a területen, tehát az emberiségnek szerintem még legalább egy 20-30 év kell műszaki vonalon, hogy eljussunk odáig, hogy egy autonóm, önállóan gondolkodni képes, emberként viselkedő mesterséges intelligenciát csináljunk. Azok a technológiák, amiket ma használunk mesterséges intelligencia kapcsán, matematikai, elvi szinten már hosszú évek óta létezik, csak nem így hívták. A magas sebességű internet, a processzor kapacitás és az egyéb számítási kapacitások hardware oldali növekedésével rendelkezésre áll ma már az a képesség, hogy az a számítási képesség, amit eddig hetekig tudtunk elvégezni, az most akár millisekundum alatt is meg tud történni. Így tudunk olyan megoldásokat építeni, ami mondjuk egy körülbelül ilyen átmérőjű csőben lehulló mágszemek közül sűrített levegővel a szabad esésben hulló mágszemek közül kifújja a fehér színűeket kamerával. Ezt is mesterséges intelligenciának hívhatjuk, meg azt is hívhatjuk mesterséges intelligenciának, hogy vezet egy autó például magától, de az mondjuk, ha megy az utcán egy gyalogos mellette, és ott egy pattog, egy labda egy kisgyereknél, azt, hogy tudjuk előrejelezni, hogy az a gyerek le fog elépni az utcáról, vagy sem, az egy óriási kihívás. Az egy másik kihívás, hogy ha elüti az autó, akkor ki lesz érte a felelős. Tehát ez, hogy mondjam, tehát legalább annyira sok gátló tényező van a bevezetés kapcsán, ami nem műszaki, hogy ez egy külön történet. De fókuszáljunk most az oktatásra. Ugye mi, mint IBM technológiai úttörői vagyunk egy részről, tehát nagyon sok cég dolgozik ezen a területen. Mi sem találjuk fel a kereket, meg a meleg vizet. Nem is hirdetjük magunkról, viszont szeretnénk én lejárni néhány olyan területen, amire úgy gondoljuk, hogy mások nem igazán fókuszálnak. Amit én szerettem volna elmondani itt a 25 percben, amit kaptam, hogy egyrészt mi az, hogy Watson, nem tudom, hogy ki hallott-e róla. Watsonnak nevezi az IBM azt a termékkörét, egy brand név, ami a mesterséges intelligencia köré csoportosítja ezeket a megoldásokat. Azt is el fogom mondani, hogy miért Watsonnak hívjuk, tehát semmi köze a Baker Streethez, meg a régi Windowsos Dr. Watsonhoz. Aztán egy picit mesélnék majd arról, hogy mit jelent az, amikor mi arról beszélünk, hogy mesterséges intelligencia az oktatásban, tehát hogy milyen megoldásokat készítünk. Illetve én hoztam egy pár élő példát. Az időrövidsége miatt én nem fárasztanék senkit azzal, hogy itt nyomogatom a gépet, ami nem is az enyém. De nagyon sok olyan kipróbálható és használható technológia áll rendelkezésre, amit bárki saját kedve szerint próbálgathat, használhat. Az IBM-nek van egy úgynevezett Academic Initiative nevű programja, ami lehetővé teszi az oktatási intézmények számára, hogy korlátlanul hozzáférjen a technológiához, abban az esetben, hogyha azt nem értékesíti. Tehát oktatási célra nem is kell kopogni az ajtón, mert nincs is, tehát hogy teljesen nyitva van, korlátlanul hozzá lehet férni. Nem is tudok talán olyan felsőoktatási intézményt, akikkel ellen együttműködésünk Magyarországon se, de máshol is eléggé nagy szeretettel használják az emberek. Sokkal inkább az a, nem azt mondom, hogy hátráltató tényező, vagy az a jellemző, hogy igazából nincsenek tudatában. Sem idejük, sem energiájuk, meg síván csatorna sincs, ahogy eljusson az információ tanárokhoz, vagy oktatókhoz ez a lehetőség. Ezzel mi próbálunk dolgozni, a lehetőségeinkhez mérten, hogy mi is csak emberek vagyunk, és nekünk is csak 24 órából áll egy nap, és mellette sok minden mást is csinálunk. Tehát, de ettől függetlenül igyekszünk segíteni bárkinek, hogyha szeretne ehhez hozzáférni. Ugye Thomas J. Watson volt az IBM egyik ügyvezető igazgatója 1956-tól 71-ig, ezért Watson, tehát előtte tisztelegve, ő alapította, vagy ő alapozta meg az IBM-nek ezt a Think, gondolkodj szlogenjét, illetve ő mondta azt, hogy minden, amit csinál az IBM, az nem elsődlegesen azzal a céllal készül, hogy kihelyettesítsünk embereket, hanem hogy kiegészítsük azok képességeit, és a fárasztó, ismétlődő, időigényes emberi munkát próbáljuk megtámogatni olyan technológiával, aminek segítségével
az értelmes emberi szürke állomány hasznosabb dolgokra is tud fókuszálni, mint hogy átlapozzon mondjuk egy orvos 640 oldal új publikációt egy gyógyszerrel kapcsolatban az elmúlt negyed évben, azért, hogy utána fejlessze a saját képességeit. Ezeket próbáljuk megtenni. Ugye a Watson, mint brand név vagy megoldás 2011-ben került igazából napvilágra. Előtte is létezett már, egy csomó termékünkben voltak szöveganalitikai képességek, beszédfelismerés kapcsán, fordítás kapcsán, hasonlóan nekünk is van, ugye mindenki a Google Translate-re gondol, amikor fordítunk machine learninggel, nekünk is van, picit máshogy működik, nyelvet is leiratozunk, tehát amikor magyarul beszélek, magyarul éppen nem, de mondjuk angolul, franciául, németül, kínaiul, hivatalosan támogatott nyelven csinálja az IBM leiratozást. Az is megér egy misét, hogy ez mennyire nem egyszerű, és hogy mennyire nehéz mondjuk, de ha csak egyszerű példát mondok, ha valaki focit szereti és nézi a Bajnokok Ligáját, és bekapcsolja a teletexten a feliratozás képességet, akkor ugye elvárjuk, hogy amikor a Hajdubé azt mondja, hogy Messi, akkor nem a távolira gondolunk kisemmel, dupla S-szel, hanem a nagybetű kétessel jelenjen meg, vagy most éppen dolgozunk egy amerikai TV csatornának, ahol van két Cheryl, hölgy, az egyikük időjárás jelent, a másik a kiradós, és nekünk egyáltalán nem mondják meg a hangstreambe, hogy most éppen ki beszél, de amikor mi feliratozzuk azt, hogy beszél egy hölgy, akinek a nevét ki kell írni, hogy ki az, aki beszél, tudnunk kell, hogy éppen időjárás jelentésről beszél, vagy híreket olvas a tartalomból. Tehát ez már jóval több annál, mint ha lefordítanánk, hanem egyszerűen meg kell értenünk a tartalmat. És ennek a szoftver képességeknek a halmazát gyúrta össze 2011-ben az IBM, és azt mondta, hogy akkor egy ilyen legyen ön is milliómos-szerű Jeopardy névre hallgató tévés vetélkedőbe meghívjuk a két eddigi legjobb emberi versenyzőt, és aztán hajrá! Hasonló, tehát ugyanazokkal a szabályokkal, annyi volt a megkötés, ugye itt kérdések hangzanak el, a végén van lehetséges három válasz, és akkor meg kell tippelni, hogy akkor a B, vagy a C, vagy a D, vagy az E, vagy mit tudom én. Annyi volt a segítség az embereknek, hogy ilyen karaoke-szerűen felolvasták a kérdéseket, és amikor a végére ért a hangos felolvasás a kérdésnél, akkor nyomták az Enter-t a Watsonnak, tehát hogy nem volt annyi előnyese, hogy előttek közben már kutakodjon. Internetről le volt húzva, tehát hogy ez egy önálló sarokba betalicskázott szerver rengeteg volt, és hát ugye nyilván a dollárok jelzik, hogy azért győzött, tehát hogy nem volt azért annyira esélytelen a dolog. Amit kevésbé szoktunk reklámozni, vagy ha valaki kérdezi, de szerintem érdekes, hogy mit is jelentette ez. Ugye itt az, hogy CPU core, az most tök mindegy, az processzor magot jelent. Körülbelül 4 darab CPU mag jelent egy darab fizikai processzor. Tehát amikor én erről a gépről beszélek, akkor az valószínűleg egy 4 magos vagy egy 2 magos gép. Nekünk volt 2880 ebből. Ebben valószínűleg van 2 giga vagy 4 giga memória, nekünk volt 16 tera, tehát hogy ezek így be voltak rakva a sarokba, össze voltak kötve, és ez 2011-ben ekkora mennyiségű vas kellett ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Manapság ezt így elég picibe is meg tudjuk. Tehát, hogy ilyen eléggé összetöpörödött a fizikai mérete, meg az áram felvétel igénye egy ilyen képességnek, de nem beszélek itt csúcs technológiáról, itt egy normál iPhone-ról beszélek, meg egy notebookról, tehát azok a szoftver képességek, amik akkor ezt igényelték, azok most bele tudnak férni cipőkanállal egy kisebb méretű emberi adja felfogható költségbe is, és ezeket ki tudjuk tenni akár közlekedési kamerákra is például, ha vizuális felismerésről beszélünk. És amikor Watsonról beszélünk, akkor nem azt kell képzelni, hogy van nekünk egy ilyen piros szemű alumínium testű emberünk, akit Watsonnak hívunk, és őt, hogyha valaki megveszi, akkor elhozzuk, bedugjuk a konnektorba, és az ott világít, meg beszél, meg tanít, meg én nem tudom, mit csinál, hanem ezeket a képességeket mi egyenként elementárisan külön kiajánljuk, és ha valaki, mondjuk gyors étteremben mindannyian jártunk, amikor oda megyünk egy kollégához vagy kolléginához, és elmondjuk, hogy mit szeretnénk, akkor mi nem szeretnénk igazából beszélgetni. Meg nem szeretnénk azt se, hogy megkérdezzük, hogy neki mi a véleménye a, nem tudom, a Shakespeare összesről. Egyszerűen ételt szeretnénk, várjuk tőle az kérdéseket, amik szoktak jönni sorba szépen, hogy itt fogyasszuk, elvisszük, kicsi menü, nagy menü, jéggel, anélkül, nem tudom, desszertet hozzá. Tehát a felhasználói felületek, amiket az emberek használnak informatikai területen, is hasonló módon ilyen megszoktuk, hogy vannak brózerek, amiket kattogtathatunk, meg mobil alkalmazások, amiket nyomkodhatunk,
de igazából nyílik egy csatorna, ami a természetes emberi nyelven keresztül történő alkalmazás vezérlést is lehetővé teszi. Ugye, ha valakinek van, használja a Siri-t, vagy én nem tudom, az Android asszisztantot, vagy van Alexa-ja otthon, vagy egyáltalán kipróbálta azt, hogy amikor SMS-t ír, akkor a helyet inkább diktál, hogy gyorsabb kocsiba például állok a pirosnál, akkor nem kell gépelni, benyom a mikrofont, és tök jól leírja nekem magyarul a telefonom a szövegbe is. De ez sok esetben akár, ez lehet olyan is, hogy mondjuk én olyan környezetben dolgozom, ahol üzemeltetem mondjuk a Paksi atomerőműnek az egyik blokkjába vagyok üzemeltető mérnök, és a fejemben van egy headset, és amikor bemegyek, akkor meg akarom kérdezni, hogy ez a paraméter mennyi, az a paraméter mennyi, ennek mikor lesz a karbantartása, vagy mit tudom én, szeretnék hangértesítést kapni, szeretnék riportot lekérni akkor, amikor ilyen történik. De ha csak egyszerűen egy orosz vízumot szeretnék igényelni, mert eszembe jut, akkor is ezt el tudom kezdeni akár élő szóban. Tehát igazából egy asszisztens képesség, az nem jelent mást, mint egy normál felhasználói felületet egy úgynevezett chatbot formájában kiteszünk. Ez is egy mesterséges intelligencia képesség. Ilyet csináltunk például Lufthansa-nak. Tehát nem tud úgy felszállni konkrétan most Lufthansa gép, hogy az IBM-nek a mesterséges intelligencia megoldásai nem működnének, mert a ground control, a csomagszállítás, a pilóta megkérdezi, hogy mikor kapja meg a tápkábelt, nem tudom, valaki átélte már azt, amikor nem szólnak a pilótának és lecsatlakoztatják a földi áramra, akkor így, mint hogyha kihúznám az aksit ebből a notebookból, és akkor egy 20 perc újra, amire bebútol a repülőgép, meg összeszedi magát, hogy merre megyünk, meg melyik reptéren vagyunk. Tehát speciális, erőre meghatározott környezeteket támogatunk asszisztens képességekkel, de van látás, tehát gépi látás képesség, van beszéd, például, ha csak arról beszélünk, hogy beszéd, akkor ugye nem csak arra kell gondolni, hogy mi megértjük, vagy leiratozzuk a szöveget, hanem mondjuk gondoljunk arra, hogy van egy, mondjuk egy bank Magyarországon itt szembe, és van egy telefonos ügyfélszolgálati központja, amit fel tudok hívni, hogyha nekem bajom van, vagy kérek valamit, vagy nem tudom, kérdésem van. Az a beszélgetés, az digitálisan rögzítve van, amögött van egy olyan algoritm, vagy olyan képesség, ami ezt szövegi alakítja, és a szöveg tartalma alapján bizonyos esetekben automatikusan tovább küldi a háttérműveleti osztálynak azokat a dolgokat, amivel neki dolga van. Tehát, hogyha valaki felkészül mondjuk a mesterséges intelligencia elterjedésére, és mondjuk szeretne az ügyfélszolgálatokon bármit elérni, akkor én azt javaslom, hogy úgy kezdje, hogy nagyon nagy problémám van, azon gondolkozom, hogy felmondom a szerződést, ja, és egyébként PIN kódot szeretnék változtatni. Tehát, hogy az összes ilyen üzemeltetési, vagy olyan call center, vagy ügyfél kapcsolati ponton már jó részt Magyarországon is vannak olyan algoritmusok, amik megpróbálják megérezni azt, hogyha az ügyfél az, ajaj, itt nekünk elvesztünk egy ügyfelet, akkor ezt prioritásba kell tenni, és akkor azonnal megoldódik a dolog. De ez működik úgy is, hogyha a UPC-nél nem jó a kép, és akkor bejelentem e-mailben. Nyafogok egy kicsit, szöveganalitika előre dobja az ügyintézőnek azonnal. De ez nem csak Magyarországon működik, ez bárhol így működik. Twitteren is, hogyha az ember földob egy üzenetet, sokkal hamarabb elintéződik neki a dolga, mert ők már a közösségi médiát is sokkal hamarabb figyelik. Tehát a rövid üzenete ennek a szlájdnak annyi, hogy a Watson nem egy ilyen önálló, kézzel-lábbal hadonászó működő robot, hanem képességek halmaza, amit egyesével igénybe lehet venni. És az oktatásban is próbálunk olyan jellegű megoldásokat kialakítani, ami lehetővé teszi azt, hogy mondjuk egy diák ne feltétlen úgy kapjon tankönyvet, hogy van egy tanterv, van egy fél év, negyed év, egész év, hanem digitális tartalmak vannak, ahogy itt az előbb is elhangzott, előkészítve olyan formára is, hogy azt akár bármelyik részét azonnal elő lehet húzni. Bizonyos esetekben például a tapasztalat nekünk onnan jött, hogy nagyon sok bankkal dolgozunk világszinten, és olyan helyeken, ahol nagy a fluktuáció, például a banki ügyintézői fiókokban, tehát fióki ügyintézői szerepkörben, nem töltenek el az emberek jellemzően 15-20 évet, nagyon gyorsan változnak, és ezért nagyon gyorsan meg kell tanítani arra, hogy mit kell csinálni bizonyos esetekben, és a fordított módja sokkal gyorsabban működik, hogyha ő kérdezhet egy tartalommal kapcsolatban, nem mint kap egy ekkora doksit, hogy akkor tessék, ülj le, egy heted van, és akkor jobbra-balra lapozva, majd péntek délután, akkor kikérdezzük, hogy mit tanultál belőle, hanem ha neki kérdése van, teljesen természetes, akár magyar, akár spanyol, akár kínai nyelven, ő kérdezhet, miközben olvassa. És a releváns tartalom, ez neki előugrik mondjuk egy tartalomból,
És innentől kezdve, hogyha ezt mi visszamérjük, hogy ő neki milyen vizsgaeredményei vagy bármilyen vannak, akkor a tudás szintjéhez illeszkedő, mélységű vagy olyan jellegű tananyagot lehet elé tenni. Ez nyilván Amerikában működik olyan tananyagokkal, amik erre speciálisan elő lettek készítve. Magyarországon mi még nem kaptunk megkeresést ezen a területen, hogy konkrétan ennyire mélyen csináljunk megoldást. Van partnerünk, aki IBM technológiát használ, és próbálja alkalmazni ezeket magyar nyelvű tananyagokon, de ilyen megközelítés létezik, hogy igazából tudásszinthez igazított tananyag kerüljön valahogy a diák elé. A másik, amit csinálunk, az a, főleg a kisebb korosztály, ovisok, bölcsisek, általános iskola alsó tagozatos diákok, kiejtés, értelmezés, szövegértés, képességek feltérképezése játékos módon. Nagyon sok olyan alkalmazásunk van, ami játékos módon valahogy megpróbálja elkapni azt a területet, amire a pedagógusnak figyelni kell. Tehát nem arról van szó, hogy itt nem kell több Bobó néni, hanem berakunk 15 iPad-et, és akkor rácsukjuk az ajtót a gyerekekre, mert néha bedobunk egy-két kiflit, meg kakaót, és akkor elvannak. Hanem egyébként elvannak, tehát hogy nem arról van szó. Az a baj, hogy igen, csak hogy olyan szinten próbáljuk használni értelmesen ezeket a dolgokat, hogy ha már léteznek ezek a lehetőségek, akkor használjuk ki. Aztán a személyre szabott képzés esetén a tanítási folyamat, vagy a visszajelzés a tanárok számára, erről majd lesz egy érdekes történetem. Meg fogom osztani az anyagot, később ott vannak fent a megoldások, amiket el lehet érni. Van egy ingyenes portálunk, ami kifejezetten tanárok számára készült, hogyha ő szeretne összeállítani egy olyan tananyagot, vagy egy órai anyagot, ami egy bizonyos témakörhöz kapcsolódik, akkor ahhoz a témakörhöz kapcsolódóan tanítási módszerek, anyagok lesznek elérhetőek dinamikusan, és erre természetes nyelven lehet, nyilván angolul, mert hogy Amerikába készült, keresni. És tehát ugyanazok a tananyagokról beszélünk, amik egyébként színesbe ki vannak nyomtatva, csak abból össze tudjuk szedegetni azokat az információkat olyan sorrendben, amire azt gondoljuk, hogy ez értelmes, az működhet. És visszategyem, mert láttam, hogy páran próbáltok leírni. De mondom, elküldöm, majd megosztuk az anyagot, és akkor hozzáférhető lesz. Van a szolgáltatások között egy úgynevezett personality insights, ami ilyen személyiséganalízist csinál. Ez nyilván nem a robotok az űrből, meg nem tudom honnan raktuk össze, pszichológusok segítségével készült egy olyan informatikai környezetben lefuthatható modell, nevezhetjük mesterséges intelligencia képességnek is, teljesen mindegy, hogy nevezzük. A lényeg az, hogy az illető által mondott, leírt gondolatokból legalább 100 szó kell nekünk ahhoz, hogy egyfajta pszichológiailag elfogadott, nem értek hozzá, nem vagyok pszichológus, de amikor valaki mondjuk állásinterjút csinál, vagy egy személyiséganalízist csinál, akkor ezeket a módszereket vizsgálják. Most ezeket minél több szót kapunk az illetőtől, annál pontosabban meg tudjuk mondani, hogy ő neki mennyire nagy a kockázatvállalási képessége, mennyire nyitott, mennyire kommunikál, nem tudom, 90-valahányféle paraméter jön vissza, meg egy szöveges jellemzés. És Amerikában használják ezt iskoláknál, hogyha a belső iskolák által üzemeltetett fórumokra, blogokra, portálokra, a diák, vagy netán, most már Facebookon el lehet érni bárkinek a profilját, hogyha ismerősöm, onnantól kezdve is tudom olvasni, hogy mit írt, meg is tudom nézni, hogy milyen oldalakat lájkolt, és hogyha a személyiség analízisnek a változását, ugye nem állandó senkinek a személyisége, amikor milyen kedven van, most én belőlem kiszednek 100 szót, akkor, amikor közlekedek itt a környéken, akkor az nem lesz egy általánosságból elfogadható, rám jellemző személyiség analízis, mi picit dühösebb leszek az átlagnál, de ha mondjuk éppen ülök a kertbe és iszogatom a kedvenc cseh sörömet péntek délután gyerekekkel focizva, akkor még teljesen más lesz, ha valaki éppen akkor lenne rám kíváncsi. De ha hosszú távon nézzük ezt, akkor legalább a változásából elő lehet jelezni akár teljesítményromlást. Ők kifejezetten, ugye Amerikában teljesen más, nyilván nálunk nem fordul elő, hogy valaki egy kalasnyikovval bemegy és kiírtja a fél osztályt, bocsánat, hogy ilyen drasztikus, de náluk tényleg ez a veszély fennáll, és ezeket a dolgokat előre próbálják jelezni, de ezt használják akár iskola kiválasztás támogatására, hogy bizonyos iskolákban milyen személyiségű gyerekek, milyen orientációval mit tanulnak, és akkor kinek mi lesz a megfelelője. Nagyjából ilyen
személyiséganalízist kap vissza, ezt majd nyilván, ha elküldöm, akkor lehet olvasni. Ennek van egy kipróbálható verzió, és teljesen ingyen, havonta 1000-et lehet belőle csinálni, bárki. Tehát, hogy valakinek van kedve játszani vele, megnézni, hogy működik, havonta 1000-szer megnézhet egy embert. Következő hónapban újra lenullázódik, tehát, hogy nem rejtjük ezt mi a véka alá, ezt ki lehet próbálni. Én annyit csináltam próbaképpen, hogy kiszedtem ilyen vicces karaktereknek akár képregényből, akár filmekből a párbeszédeit, és beletettem ebbe a szolgáltatásba, hogy mi jön vissza. A három legjellemzőbbet oda kiírtam, tehát hogy igazából csak magával szeretne foglalkozni, nem igazán érdeklik a többiek. Szintén egy ilyen filozofikus karakter, és a legalsó nyilván itt sok mindenre fel van készítve a személyiséganalízis, a kereskedelembeli vásárlói szokásokra is, tehát alul az jött vissza, hogy az illető az előnyben részesíti a komfortot, amikor ruhát szeretne vásárolni. De nem nyúltam hozzá tényleg, tehát hogy ezek jópofa dolgok, aztán mit tudom én, egyáltalán nem agresszív, empatikus, de ezt tehát gyerekekre is lehet csinálni. Ami ebből a dologból érdekes, hogy van Magyarországon egy cég, aki partner cégünk, egy önálló vállalkozás, az Indivízo. Ő nem csinál mást, mint van egy szolgáltatása, hogyha mondjuk egy cég, mondjuk konkrét referencia Magyar Telekom, szeretne felvenni gyakornokokat call centerbe, szerződéskezelésre, recepciósnak, én nem tudom, számos profil létezik, és nyilván az ember ilyenkor álláshirdetést kirakja a LinkedIn-re, meg újsághirdetés, meg én nem tudom, minden médiát, Facebookra, ezerféle módon próbálnak embereket kampózni. Ők azt csinálják, hogy minden pozícióhoz megvan a képesség arra náluk, vagy a javaslat, hogy milyen sorrendben kivel mit kell megbeszélje, milyen kérdéseket kell neki feltenni, hogy kell megmérni azt, hogy alkalmas lesz-e arra a pozícióra, vagy sem. És van benne egy 5 perces videóinterjú. Interneten meg tudom csinálni az állásinterjúmat, benyomom, bekapcsol a kamera, notebookon, tableten, bármin, jönnek a kérdések, és válaszolok rá. Nyilván angolul, mert a feltétel az angol nyelv nekik, most éppen a Telekomról beszélünk. Vége van az 5 perces videóinterjúnak, mi azt Watson szolgáltatással a beszédet leiratozzuk szövegbe, és beküldjük a személyiséganalízisbe, és ők felhasználják a mi személyiséganalízis szolgáltatásunk kimenetét, hogy összeállítsanak egy shortlistet a jelöltekből. Kipróbálta a Telekom, és 24 óra alatt 41 gyakornokot vettek fel. De úgy, hogy külön programot indítottak rá, kirakták a LinkedIn-re, Facebook-ra, bármire, és az volt a program neve, hogy ők egy innovatív cég, és hogy nem töltenek el heteket, hónapokat azzal, hogy állásinterjúkon pingpongoztatják az illetőket, hanem nyilván gyakornokokról van szó, tehát azért óriási kockázat nem feltétlen van benne, nem vezérigazgatót interjúztattak, tehát ez is benne van, oké. De a technológia lehetőséget adott arra, hogy ne kelljen nekik leülni a HR-es egyesével végignézni mondjuk vagy az önéletrajzokat, hanem valamilyen módon egy 1000-2000 fős jelentkezői csoportból egy 15-ös merítést kapnak pozíciónként, amit már sokkal gyorsabban végig lehet nézni. Most azon dolgozunk velük, hogy megfordítjuk ezt a dolgot, hogy megnézzük, hogyha egy cég partner benne, hogy az adott pozícióban mely személyiségi jegyekkel rendelkeznek a sikeres vagy a magukat jól érző kollégák, és ezt felhasználjuk akkor, amikor valaki mondjuk gimnázium vagy főiskola végén van, és fölteszi magának a kérdést, mert nyilván mindenki kérdezi tőle, és mi szeretnél lenni, hát mit tudom. De ha ő tudja, vagy tudjuk, hogy neki milyen jellegű személyiségi jegyei vannak, és hogy azok a személyiségi jegyek milyen profilú szakmához, pozícióhoz jó eséllyel közelíthetőek, nyilván nem fogja senki elhinni, nekem egy iPad nem mondja meg, hogy mi lesz a szakmám 5 év múlva, tehát ez is benne van. De legalább valami segítség, vagy valami orientált, vagy olyan dolog is kijött belőle, ami nem is gondolt. És akkor lehet, hogy azt mondja, hogy hú, tényleg, ez tök jó, megnézzük. Tehát, hogy ezen próbálunk dolgozni, illetve ők fogják csinálni, úgy tudom, a kismamák részmunkaidős távmunkájának a támogatását, ami szintén egy érdekes dolog, hogy ott van egy kismama, 4 órában nem tudja, tehát nyilván nem fog zoknit varni otthon, meg nyakkendőt vasalni, hanem egy csomó távmunkát lehet most már végezni. De ha nem tudja, hogy ő milyen távmunkára jelentkezne szívesen, nyilván vannak cégek, akik ezt meg tudják mondani, hogy milyen pozíció nyitott, képességeket össze lehet meccselni.
Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen a figyelmet.